Földosztásba kezd a Mi Hazánk mozgalom, ezt jelentették be a minap Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke a telefonvonalban. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Milyen földet osztanak és hol? Azokon a településeken, ahol már Mi Hazánkos polgármester vezeti az adott települést, ott elkezdtük megvalósítani azt a Víradat programot, amelynek a kidolgozásán hónapok óta dolgozunk, és amelyet 2022-től remélhetően akár kormányozva Magyarországon meg tudunk majd valósítani. Ez három települést érint, ahol ugye Mi Hazánkos polgármester van, Cserhát-Halát Nógrád megyében, Homorút Baranya megyében, illetve az általam vezetett Ásotthalom itt Csongrád megyében. És elsősorban nyilván a saját költségvetési lehetőségeink, forrásainkon múlik az, hogy hány családnak, hány igénylőnek tudunk majd földet adni. Itt a félreértések elkerülése érdekében azt azért fontos leszögezni, hogy itt nagyjából egy hold földről van szó, tehát nem több száz hektárt tudunk osztani. Nyilvánvalóan mondjuk kormányzati pozícióból azért lehetne már jóval nagyobb volumenben is gondolkodni. Itt egyenlőre arról van szó, hogy az általunk vezetett településeken, elsősorban Homorúdon és Ásotthalmon sok száz olyan üres tanyahely van, ahol valamikor virágzó tanyák voltak, de egyszerűen kihalt a magyarság, elvándorolt innen, és itt romtanyák vannak. Ezeket szeretnénk újra benépesíteni magyarokkal, magyar családokkal. Tehát nagyon fontos, hogy az igénylés szempontjából bárki, aki magyar állampolgár jelentkezhet a világ bármelyik pontjáról. A legfontosabb feltétel, hogy rendes, tisztességes magyar embereknek szeretnénk ezeket az egyholdi föld területeket odaadni, és ami még nagyon fontos, ugye önmagában egyhold földdel az ember nem sokra megy, de abban is segítünk, hogy épületet tudjanak ráépíteni, illetve ami még talán ennél is fontosabb, az, hogy munkahelyet is igyekszünk biztosítani, ez szintén a Víradat programnak része. Itt Ásotthalmon, hogy mondjak erre egy példát, hogy milyen típusú munkahelyekkel tudjuk ide csábítani a magyarokat. Például mi most nyíltunk alá egy támogatási szerződést a belügyminisztériummal. Én hosszú évek óta küzdök azért, hogy a batátára, az édesburgonyára épített élelmiszeripari feldolgozó üzemet tudjunk létrehozni, és több ütemben valósítjuk ezt meg. Felépült 50 millió forintból már egy hűtőtároló csarnok, ezt fogjuk most a 200 millió forintból bővíteni, és önkormányzati tulajdonban maradó céggel fogjuk működtetni. Ezt azért emelem ki, hogy a Víradat programnak fontos része, hogy az államnak sokkal nagyobb szerepet kellene vállalni a gazdaság tekintetében, hiszen olyan óriási, főként nemzetközi, de magyarországi tőkéscsoportokkal áll szemben a magyar nép, amellyel önmagában nem fog tudni versenyezni, ezért kell az állami szerepvállalás, tehát az önkormányzati cég fogja például Ásotthalmon is ezt a feldolgozó üzemet működtetni, itt tudunk majd munkahelyet kínálni, és azért kell, hogy az önkormányzat benne maradjon ebben a történetben, mert így tudunk olyan tisztességes béreket fizetni, amiért magyar emberek ide tudnak jönni, és újra be tudják ezt a gyönyörű magyar alföldi tanyavilágot népesíteni. És akkor polgármesterről most így kérdezem, mert nyilván ezen a területen illetékes önkormányzati területek ezek, amit osztanak, vagy hogy tudják megtenni? Van önkormányzati tulajdonban is ilyen egyholdas tanyahelyünk, illetve próbáljuk felvásárolni magánszemélyektől is ezeket az elhagyott tanya területeket. Ehhez szeretnék egyébként szintén kormányzati segítséget kérni. Bízom abban, hogy ha modell értékűen be tudjuk azt bizonyítani, hogy ez egy működőképes dolog, tehát vissza lehet a magyar embereket csábítani a magyar föld közelében, és akár családi kertészeteket tudunk létrehozni, és önkormányzati állami beruházással pedig olyan feldolgozó üzemeket, ahol kiváló munkakörülmények között jó bérezéssel tudunk állandó munkahelyeket létesíteni, akkor egy sokkal élhetőbb és minőségi életet tudunk adni a magyar embereknek, hiszen azért egészen más, én magam is tanyán élek, tehát egészen más ott felkelni mondjuk reggel, mint egy panellakásban, raktam én a városban panellakásban is. Tehát egy olyan program ez, azt gondolom, amit ezen a három minta településen, ahol már Mi Hazánkos polgármester van, igyekszünk megmutatni, és remélhetőleg 2022-től pedig akár országos szinten megvalósítani. Hadd tegyem hozzá, hogy
nálunk itt Ásotthalmon az első bejelentés után rögtön 10 jelentkeztek, Cserháthalápon 15-szörös a túljelentkezés. Nyilván azért a gyönyörű Nógrádi táj is azért vonzó lehet, de olyan jelentkezőink vannak, akik között például egy éves magyar gyermekkel Skóciából költöznének haza ennek a Viradat programnak köszönhetően. Én azt gondolom, hogy ez jó óriási dolog lenne, hogyha akár több százezer elvándorolt munkát kereső magyart haza tudnánk csábítani újra Magyarországra. Köszönöm szépen, Torockai Lászlót, a Mi Hazánk mozgalom elnökét hallották, illetve Ásotthalom polgármesterét is egy személyben.